Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Kressz TV csatornáján. Pető Attila vagyok, a Kressz professzor. Sokszor írnak nekem olyan levelet, hogy mennyire irigyelnek engem, hogy milyen jól tudom a Kressz szabályait, hogy szinte betéve tudom a jogszabály sorait, és még olyan megkeresés is kaptam már, hogy nem mennék el helyette vizsgázni. Hát igaz, sokat foglalkozom a Kressz szabályaival, szeretek is ezzel foglalkozni, de bevallom őszintén, nem mindent tudok én sem pontosan. Sok-sok dolog van, aminek nekem is utána kell nézni. Sőt, elmondom nektek, vannak a Kresszben olyan sorok, amiket még én sem tudok értelmezni. Hallanátok, hogy oktató kollégákkal milyen, úgymond vérremenő vitákat szoktunk ilyenekkel kapcsolatban folytatni. Úgyhogy a mai adásban összegyűjtöttem nektek azt a 7 Kressz szabályt, amit nagyon nehezen tudok én is értelmezni, és biztos vagyok abban, hogy ha Kressz módosításra kerülne sor, akkor nekem az lenne a javaslatom, hogy ezt a 7 szabályt ilyen formájban vegyék ki a Kresszből. Az első szabály, aminek láttán csóválom a fejemet, a következőképpen hangzik. Tilos megállni, ahol a jármű és az útteste lévő záróvonal, vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább 3 méter széles hely nem marad. Hát akár jogos is lehet a kérdés, hogy mi van ebben a mondatban az, ami nem értelmezhető. Hiszen egyértelmű ez a 3 méter valószínű az élet kitalálva, hogy egy nagyobb teherautó vagy autóbusz megfelelő oldaltávolsággal is elférjen a megálló járművek között. Ezzel nincs is baj. A gondom a következő e szabály kapcsán, hogy a szabály azt írja, hogy az úttesten lévő záróvonal és a jármű, illetve a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között kell meglenni ennek a 3 méternek. De mi van akkor, hogyha keskeny az úttest? És a járművem, az állójármű és az úttest túloldali széle között nincs meg a 3 méter hely, és a másik jármű vagy arra kényszerül, hogy lemenjen az útpatkára, ne adj Isten az árokba, vagy akár ott már kerítés van, tehát el sem fér. Úgyhogy ez a szabály, azt kell, hogy mondanom, hiányos. Ilyen formában ez nem jó. Elmondom nektek, én is a tanításom során inkább mindig azt hangsúlyozom ki, hogy tilos ott megállni, ahol a járművem és az úttest használható túloldala között nincs meg ez a bizonyos 3 méter. Én úgy gondolom, ez a mondat úgy lenne pontos, ha ez is szerepelne benne. A következő szabály, amit a valóságban nehezen lehet értelmezni, a következőképpen szól. A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely nincs, lakott területen lévő főútvonalon az út kereszteződésnél mehet át. Ezzel a témával egyébként egy korábbi gyalogosokkal foglalkozó filmben is voltak észrevételeim. Értem én a szabályalkotó logikáját, és mondjuk egy nagyváros, belváros főutcájában valóban ne szaladgáljanak át a gyalogosok az úton, hanem menjenek el vagy a kereszteződésig, vagy a kijelölt gyalogos átkelőhelyig, de gondoljunk bele, hogy egy falun átvezető út esetében át szeretnék menni szembe a szomszédomhoz, és bizony 4-500 méteren belül nincsen útkereszteződés, akkor ezt ne tehetném meg. Hát nagyon sok helyen látom, hogy ezt a szabályt a gyalogosok nem is veszik komolyan, még egyszer mondom, főleg a kisebb településeken, tehát érdemes ezen elgondolkodni. Én úgy gondolom, ez a szabály nem elég pontos, sőt, az életben, ahogy említettem már, a gyalogosok ezt nem is nagyon tartják be. Tehát elegendő lenne az alapszabályt alkalmazni, hogy gyalogos akkor mehet át az úttesten, hogyha meggyőződött annak veszélytelenségéről, vagy valóban forgalmasabb utakon gyalog átkelő helyet kéne telepíteni, mert az viszont jó a szabályban, hogyha közelben gyalogos átkelőhely van, akkor a gyalogos ott menjen át. Tehát kisebb településeken semmi értelme esetleg 3-400 métert elsétálni a következő útkereszteződésig. Egy nagyon érdekes szabályra hívnám fel a figyelmet, aminek a logikáját nem nagyon értem, ami a következőképpen szól. Párhuzamos közlekedés alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára 2-nél több forgalmi sáv van, a harmadik és további belső forgalmi sávokra a balra bekanyarodás esetét kivéve ráhajtani csak személy gépkocsival és motorkerékpárral szabad. Hogy megértsük a problémámat, vegyük példaként talán az M7-es autópályát Székesfehérvártól Budapestig, biztos mindenki emlékszik rá, hogy itt 3 forgalmi sáv halad.
Ha ezt a szabályt nézem, akkor ez azt jelenti, hogy a második sávig bárki előzhet, akár folyamatosan is, tehát akár nagyobb tehergépkocsival, autóbusszal is megelőzhetünk több járművet, azonban a harmadik legbelső sávban már csak személygépkocsi és motorkerékpár hajthat végre előzést, illetve ha kialakult a párhuzamos közlekedés, mondjuk Budapesthez közlekedve, akkor a harmadik sávban csak ez a két járműtípus lehetséges. Ebben az az érdekes, hogy egyébként a 3,5 tonnánál kisebb tehergépkocsikat B kategóriával vezethetjük, és az említett autópályán ugyanúgy 130 km/h sebességgel közlekedhetünk. Tehát részemről, az én meglátásom szerint semmi nem indokolja, hogy ezeket a járműveket ne engedjük be a belső sávba. Valószínű egyébként az történhetett, hogy évek hosszú sora óta változtak a sebességértékek, és valóban volt olyan időszak, amikor a kis tehergépkocsi lassabban mehetett például autópályán, mint a személygépkocsi, és ezt a szabályt elfelejtették módosítani, hiszen nagyon sok olyan gyors mozgású kis tehergépkocsit ismerek, amely nyugodtan mehetne a legbelső sávban az engedélyezett maximális sebességgel, míg van egy-két olyan személygépkocsi, roncs kinézetű személygépkocsi, amit viszont nem is engednék be a belső sávba, mert nem tud ilyen tempóval haladni, tehát én úgy gondolom, ebbe a szabályba lassan bele kéne emelni az úgynevezett kis tehergépkocsikat is. Amikor a következő szabály megjelent a KRESZ-be, hát mi oktatók csóváltuk a fejünket, hogy na vajon ez mit jelent. A szabály a következőképpen hangzik, a vasúti átjárón csak folyamatosan, megállás nélkül legalább 5 km/h átlagsebességgel szabad áthaladni. A mondat rendben is lenne, egy szóval nem tudunk kibékülni, az, hogy 5 kilométeres átlagsebességgel. Hát matematikából remélem emlékszünk még az átlag számításra, tehát hogyha az egyik simpárnál 1 km/h megy a jármű, aztán a másodiknál fölgyorsít 10-15-re, akkor bőven megvan az 5 kilométeres átlagsebesség. Hát abban az esetben nincsen, hogyha az egyik sínnél megáll a jármű, és 0 km/h lesz a sebessége. Tehát én úgy gondolom, az átlagsebesség használatát itt semmi nem indokolja. Régen azt szerepelt a KRESZ-ben, hogy a vasúti átjárón tilos megállni, és lendületből át kell hajtani rajta. Hát valamiért ez az 5 km/h átlagsebesség bekerült. Én az 5 kilométeres sebességgel is ki lennék békülve, bár hozzáteszem, a legtöbb személygépkocsi sebességmérő órája sokszor csak 10-nél vagy 20-nál kezdődik, tehát ezt a sétatempot nagyon nehéz is megállapítani. Tehát egy a lényeg, hogy vasúti átjáróban még forgalmi okból sem álljunk meg, és hát legalább érjük el ezt a sebességet, de ennek ellenére ez egy érdekes szabály, amely évek óta így szerepel a KRESZ-ben. A következő mondat kerékpárosokkal kapcsolatos, és bizony nagyon nagy fejtörést okoz az értelmezése. Kerékpárral a kerékpár útról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállni, és aztolva a gyalogos közlekedésére vonatkozó szabályok szerint kell az úttesten áthaladnia. Itt a mondat második végét csak azért mondom, hogy mit kell csinálni ehelyett. Nézzük még egyszer az elejét. Kerékpárral a kerékpár útról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. Hát az én gondolataimban a balra bekanyarodás az mindig egy merőleges útra történik. Nem tudom, a mellettem futó párhuzamos útra hogyan lehetne balra bekanyarodni. Azt ugye el tudom képzelni, hogy kerékpárútról tilos átmenni a mellette haladó út úttestjére, de hát amúgy is a KRESZ szabályai kimondják, hogy ha van kerékpárút, akkor a kerékpárosnak ott kell közlekedni, tehát bevallom őszintén, fogalmam sincs, hogy ez a mondat a valóságban mit jelent, és ha én nem tudom, akkor valószínű ezt a kerékpárosok sem tudják értelmezni, tehát én úgy gondolom, ennek a meghatározásnak nincs helye a KRESZ-ben. És végül az utolsó szabály, amin egy kicsit csóválom a fejem, a következőképpen szól, tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett kötfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják. Gyakorlatilag ez a szabály a ködlámpa használatát rögzíti, és valamikor régen szerintem sokkal logikusabban az szerepelt a KRESZ-ben, hogy a ködlámpa használata sebességhez van kötve, hogyha igen lassan haladunk, akkor a ködlámpát szabad használni. Az igen lassú haladás pedig 25 km/h, illetve
autópályán 60 km/h, illetve alatti sebességgel értelmeztük. Tehát itt gyakorlatilag a rendőr mondhatta azt, hogy hát miért használt ködlámpát, mondta a vezető, mert köd van. Igen, de akkor miért jött 100-zal? Ha 100-zal halad, akkor nincs köd. Tehát lehetett valamire érvelni. Most viszont ez a meghatározó, hogy ha a látási viszonyok ezt indokolják, számomra megfoghatatlan. Hát mi az indok? A látási viszonyoknak nincsen egyfajta mércéje. Tehát van, aki azt mondja, én már úgy érzem, nagy köd van, bekapcsolom a ködlámpát, sokszor tapasztalom, egyébként nemrégiben volt egy nagy záporeső, és nagyon sok autósnál láttam, hogy bekapcsolta a hátsó ködlámpáját, vagy mi az, hogy sötét, tehát ezek megfoghatatlan dolgok. Egy ilyen szabállyal én nem tudom, hogy egy rendőrségi esetnél, egy bírósági esetnél a jogszabály alkalmazói hogyan is vélekednek, milyen elveken mellett mennek. Hozzáteszem, a Kresszben nem csak ez az egyetlen megfoghatatlan dolog, egy párat még hoztam nektek, ezeket érdemes még megbeszélni. Például nagyon sok szabálynál szerepel az, hogy kellő távolságban vagy kellő időben. Tehát például besorolni kellő távolságban kell. Az irányjelzőt kellő időben be kell előre kapcsolni. De hát mi az, hogy kellő? Hogyan értelmezzük ezt? Tehát én erre nem nagyon tudok magyarázatot adni. Vagy sokszor szerepel a szabályban az, hogy megfelelő oldaltávolság. Kézzel megfelelő irányjelzés adható. Itt megint a megfelelő szó, amit semmilyen formában nem is definiál a Kressz, meg nem is tudom egyáltalán lehet-e definiálni. Következő ilyen gondolat, hogy például parkolásnál, ha betolatunk, rövid ideig akadályozhatjuk a forgalmat. De hát kinek mi a rövid ideig? Van, aki már pár másodperc után is türelmetlen, hát van, aki meg percekig próbálkozik egy parkolással. Mondható rá az, hogy rövid ideig? Ugye azért érdekesek ezek a meghatározások, mert még egyszer egy balesetnél, egy szabálytalanságnál a jogszabály sorai alapján próbálják elbírálni azt, amit tettünk. Hát ha ilyen sorokra kell utalni, akkor azért nincsen könnyű helyzetben a jogászok. Szükséghez képest, szükségeshez képest, ez is sok helyen szerepel a Kresszben. Például szirénázó mentőautó továbbhaladását, félrehúzódással és a szükséghez képest megállással. Hát ez is egy érdekes meghatározás. Aztán a kedvencem, ugye a Kresszben nagyon sok helyen szerepel a fokozott óvatosság kérdése. Sőt, több helyen nem fokozott óvatosságot írnak, hanem van fokozott figyelem, fokozottan ügyelni kell, fokozottan számolni kell. Hát mikor vagyok fokozottan óvatos, ezen is el lehet vitatkozni. Hát mert a tanulóknak azt mondjuk, hogy ilyenkor, ha lehet, picit csökkentse a sebességét, és az átlagosnál jobban próbáljon figyelni, talán ez kimeríti a fokozott óvatosság fogalmát, de például a vasúti átjáróban azt tanítjuk, hogy az az óvatos vezető, aki körülnéz és meggyőződik arról, hogy jön a vonat, de hangsúlyozom még egyszer, ezek is olyan picit megfoghatatlan fogalmak. És végül érdekességképpen, hogy mondjam el, pont a párhuzamos közlekedésnél, illetve egyéb szabályoknál, akkor ezt nem használja következetesen a járművek mozgására alkalmazott igéket. Valahol azt mondják, hogy halad a jármű, a következő sorban az, hogy közlekedik a jármű. Most a kettő között mi a különbség, hogyan kell ezt, a haladást, illetve a közlekedést értelmezni. Aztán még használja a Kressz a menni szót, például hátra menni hogyan kell, a hajtani szót, például ráhajtani záróvonalra nem szabad, vagy a lépni szó, ami ugye lehet gyalogosnál is, de járművek esetében is, szintén mondjuk a záróvonalnál azt átlépni nem szabad. Tehát érdekesek ezek a meghatározások. Ebben az adásban azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a Kressz hiába egy jogszabály, vannak olyan részei, amik nehezen értelmezhetők, illetve amelyek vitára adnak okot. És én mindig azt mondom, ha mi vitatkozunk, egyszerű közlekedők, vagy mi vitatkozunk, oktatók, akkor nem igazán jó, hogy a tanulóknak például ezeket tanítjuk, és a tanuló egy vizsgán mit csináljon ilyen esetben. Én mindenképpen azt mondom, ha én oktató vitatkozok egy témáról, akkor a tanulóvezetőt nem lesz szabad olyan helyzetbe hozni, hogy mondjuk emiatt sikertelen legyen egy vizsgálja. Buzdítok mindenkit arra, hogy böngészétek a Kressz szabályait, és küldjétek el nekem, ami szerintetek nem egyértelmű, nem jól értelmezhető a Kressz sorai között, és itt a kommentbe, vagy külön, ha levelet küldtök, akkor egy válaszba beszéljük meg ezeket. Köszönöm, hogy a mai adásban velem voltatok, Pető Attila vagyok, sokan úgy hívnak, hogy a Kressz professzor, gyertek máskor is, és külön megköszönöm, ismételten elmondom, hogyha megosztjátok ezeket a filmeket, és még jobban megköszönöm, hogyha feliratkoztok, mert akkor nem fogjátok elszalasztani a következő adást. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!